Köszönöm szépen, Mókibot. És megyünk outlastezni. Nem is tudom, hogy hol hagytuk abba. Mármint, hogy így nehéz volt megállapítani. Eleve nehéz a történetből kihámozni, ugye, hogy most mi igaz, meg mi nem igaz, mert ott most van az a Chelsea, aki folyton kerget minket, akit Mártának hívnak, meg... Már a teljes képernyős projektor, igen, bekapcsolva. Meg volt ez a papanot, ugye, aki ott kínvallatásnak vetett alá egy fickót, akinek a feleségét kínozták azért, hogy ő valljon. Természetesen mind a kettőt megölték egyébként. Ja, hogyha valaki nem lett volna itt az előző résznél, akkor egy igen durva szektánál nyomulunk. Várj, mi? Hey, nem akarsz bekapcsolni, PS? Na jó, most még egyszer meg kellett adni neki a jelzést. Nem tudom, hogy mi történt, ami miatt az előbb leállította magát, de reménykedjünk benne, hogy most már jó lesz. Na, igen, és... Bocsánat. Szerintem onnan a kápolnából, ahol megtörténik ez a dupla kivégzés, meg vallatás, meg minden, kiugrottunk az ablakon, vagy valami ilyesmi volt, hogy egy ilyen magas részre érkeztünk, majd onnan lementünk egy mélyebb részre, és ott mondtam, hogy stop, ez a kép állt meg így a fejemben. Most kapok először Outlast streamet, de izgatott vagyok, úristen, Daedalus, hát mi lesz most? Hát beszarsz, olyan jó lesz, a Scoopy mappából indítjuk is az Outlast 2-t. Remélem, hogy tetszeni fog, szerintem egyébként egy jó játék, én mégis azt mondanám, hogy az első részét én jobban szerettem, az nekem egy kicsit ijesztőbb volt, sokkal durvább hangulata volt, az elmegyógyintézetnek, az ott lévő őrülteknek, meg a bezártság, ugye, a klausztrofóbia. Szűk folyosók, mindenhol sötétség. Most azért itt egy kicsit más a helyzet. Itt nyílt terek vannak, mindenki rádveti magát, üldöznek. Néha nem sikerül a fordítás, sőt, szégyellem magam, hogy mennyire nem ment az analfabéták írásának a lefordítása. A folytatás. Remélem, hogy oda dob be. Ahol a múltkor voltunk. Nem, tényleg egyébként visszanéztem, amikor, hát nem néztem vissza, de a VOD vágás, akkor bele kellett néhol így néznem egy kicsit, hogy hol tart éppen a VOD. Förtelmes volt. Mármint olyan dolgokat sem tudtam néhol lefordítani, ahol egyébként tudtam volna, csak szerintem a gyorsaság meg a nyomás. Hey, szevasz Leja, üdvözöllek, mi a helyzet? Te röhögsz csak rajta, én meg befosok a félelemtől. Nem kell itt félni. Már is arcunkhoz emeljük a kamerát. Ezzel a gombbal lehetett bekapcsolni rajta az éjjel látót, és akkor kiugorva a kápolnából, mint mondtam, kijutottunk ide. Innen pedig nem jutunk tovább sehova, ugyanis be vagyunk zárva, ugye? Jól látom. Áú, te szemét! Kaktusz. Viktor, jó ez a játék, mondta, hogy a kedvenced. Hú, de szar lesz ez kontrollerrel, FPS nézetben. szemben van egy ház. ki ismeri picsától a szemben a bordélyház színű számot? Lassan nyitunk be, nem vagyunk állatok. Hát ezt nem így kellett volna. Szevasz Grundár, üdvözöllek! Kedvencem, múltkor is majdnem belealudtam. Ilyen szar volt ez a game, ne csináld már. Egy-két dolgot azért csak kivilágítanék. Altatja a gyerekét az öreg asszony. És csak úgy tudunk elmenni oda az ajtóhoz, hogy odállunk mögé. What? Ez nem néz ki jól. Ennek több halott gyereke is van. Előző félelmetes volt ez kicsit, gáz. Miért gáz, Viktor?
Nem bánt az, nincs itt baj. Helyes. Nem fordulunk el. Mi csak megyünk, jó az ajtóhoz. Azt hiszem, hogy az ajtónál vagyok. Takarodjunk el innen? Fújva gyorsan, bazd be az ajtót. Jézusom! Halott gyerekeket ringatott az öregasszony. Jaj, itt meg egy bibliai idézetet kaptunk. Biztos, hogy keresnek már mindenhol is engem, itt nem tudunk elmenni sehol máshol, csak ezen az ablakon kifelé. Minden faszon állad? Na hála a jó Istennek, örülök neki, vigyázzatok magatokra. Meg a kis családra, sziasztok. Itt is van egy fickó, aki... macsétával a kezében. A tábortűz mellett hintázik, nem gáz. Elő szokott ez fordulni. Az a nagy probléma, hogy fogalmam sincs, hogy merre kell menni. Sorba jönnek meg az udvarlók, nem tudom már hova tenni őket. Hát ez, ezt minden alkalommal elmondod. Minden stream alkalmával leja. Örülünk neki, remélem, hogy sikerül találnod köztük igazán olyat, aki normális és megbecsült téged is, és a kis lányadat is. És nagyon kergetnek engem. Jó, meg is találtak. De még haladok. Még valamennyire megyünk, csak kicsit szarul. Hát de mi a... Oké, semmi baj. Arra, hogy anyám hallott, berúgni nem lehetett volna azt az ajtót. Macsétával csak borzolja a tüzet. Ja, amúgy igen, ott hadonászott. De ez itt tök jó, hogy meghaltunk. De nézd meg, most tudunk újra sprintelni. Senki nem követ minket. Hát ezt így találták ki? Hát lol. Mennyivel jobb lett így minden. Szevasz, kecsketej vagy. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Remélem, hogy találkozunk veled legközelebb is. Jó éjszakát. Szia, szia. És vigyázz magadra. Mi ez a vibrálás? Kell, hogy legyen valami módja annak, hogy megállítsuk ezeket a kerekeket. Hát... Nézzük csak. Aha, itt egy kurbli. Ott egy elem. Nagyon jól jön. Ide be lehetne bújni. És most, hogy nálam van az a tekerőszar, ott kéne átmásznom, már látom, aha. Na várj csak! Baszki! Furcsa figurák érkeztek a másik oldalról, láttátok? Igen, ide kellene mennem. Pontosan itt kellene, hogy kijöjjek. Aj, hagyd már! Csuk be, csuk be! Helyes. És most kellene valahogy megakadályozni ennek a szarnak a mozgását, ugye? Hát ebből baj lesz, Mari. Hát itt nem férek át, baszki. Hát mondom, hogy nem férek át. Ezt kirángatnak! Ne rángass már te szemét! No! Csuk be! Na most éppen mi ölt meg? Most éppen... Miért orbitok? Azért, mert ráfog a kezemre? Hát ne szórakozzunk már. Mekkora beszavéz a csávó, hogy nem mer soha szembefordulni a támadóval, és azt mondani, hogy ja, amúgy van egy öklöm, oda verhetnék vele egyet, na? Na jó, újra. Kell, hogy legyen valami mód arra, hogy megállítsuk ezt az egész szart. Itt szoktak őrölni, ez egy malom, ugye? Hát nem vágom, hogy hol lehetne közbe avatkozni egy kurblival, amit megszereztem, talán, hogyha átmennék? Hát de az a baj, hogy be fog darálni. Ja, nem is enged be. Ugrás, everything az nincsen. Hát nem tudom.
Elmegyünk erre, aztán megnézzük, hogy mik vannak itt még. Most nyitották ki a másik ajtót. Hát, hogy itt fel kell menni. Ó, igen. Ide kellett az a szar, és akkor most megforgatjuk. Értem. Akármit is csinálok, ez nagyon jó lesz. Most megállt ez a csodálatos malomkerék, akármit is csináltak vele. Gondolom, hogy csontokból csináltak lisztport. Ne üdd ezt a szemétláda. Bezárom az ajtót már, vagy be is lokkolom. Nem tudja, hogy itt vagyok, nem tudja, hogy itt vagyok, fogalma nincs. Ez szép volt. Mondjuk az árnyék, baszki, már néz befelé. Jó felé megyek? Kicsit, mintha eldöltem volna, mint egy zsák szar, nem? Nem baj. Nem félelmetes az a hely. Abszolút nem félelmetes az a játék. Tudod levitni? Ó, be tudtam menni! Mintha itt Mártával találkoztunk volna már előzőleg. De miért megyünk körbe-körbe? Ó, találd meg azt a húkot, hogy felemelhessd a gétet. Értem. Jó, és hol rakták le? Hol van a húktartó? Nem láttátok, srácok? Ott csillog, nézd! Nem, most csak a fény. Kint. Az is lehet, hogy nem is bent van az a húk, hanem lehet, hogy máshol. Kontrollerre azt hittem ijesztőbb, random berezeg vagy ilyesmi. Hát random szokott berezegni, de most attól nem ijesztőbb, hanem inkább így elgondolkozom, hogy ezt most miért csinálja, mi fog történni, vagy mire számíts. Engem összezavar. Jól néz ki ez a hely. Ez Márta, ugye? Ez Márta! Passz meg! Na most mi lesz így? Ez felém jön. Akkor menjünk. Itt ki tudok jönni, amikor ő bejön. Aha. Oh, wait! Ezen a helyen kellene... Ott van! Egy bandage! Nem itt a kellene bandage. Ez micsoda? Megint egy bibliai idézet, hogyha valaki esetleg szeretne itt kántálni, meg ilyen kedves dolgokat tenni lelki üdvének érdekében. Hát most nem kell a bandage, pedig kellene. Szia, Willi, jó éjszakát és kitartás neked a holnapi melóhoz. Szia, szia, köszönöm szépen, hogy jöttél. Hát lehet, hogy nyomunk egy reloadot a kamerára mindjárt, csak nem tudom, hogy Márta merre van. Én azt hittem, hogy itt bent fogom megtalálni azt, amire szükségünk van, hát közben amúgy tökre nem. Egy húkot szeretnék, és szerintem Márta ide be tudna jönni lazán, amúgy, hogyha nagyon szeretne. Na jó, töltsünk újra, mert sosem találjuk meg. Általában a játékban ki szokták emelni azokat a dolgokat, amiket fel kell venned. Itt felmászhatok? Nope. Wait, mit csinálok az X-re? Tudok ugrani? Nem már, hát lehet ebben a játékban ugrani? Oh, wow. Lehet, hogy a padláson van. Hogy másznék fel a padlásra? Hát, hogyha ilyen kampó lennék, akkor biztos, hogy fel lennék valahova akasztva, de hogy... Nem tudom. A Mártával vannak ugye parák, aki itt mászkál. Az előbb még itt volt. Úgy sprintelek, mint egy vadállat. Gotta go fast. És
Várj csak, ez lesz az. Tutira erre kell menni. Yep. Mi az Isten ez a hang? Ó, erre van a bánya. Muszáj, hogy valamilyen utat találjunk. Azt hittem, hogy ott áll Márta, hülye vagy. Ha húkot megtaláljuk, akkor utána egyből jó lesz az élet. Csak először... tényleg rá kéne lelni. Hát itt van... ja, de nem, ezeket kötéllel rakasztották fel. Nem gáz, nem gáz. Jesszusom! Mi ez, egy vágóhíd? És emberek lógnak. Fucking hell. Ezek állatok, nem normálisak. Nézzük meg, hogy mit mondunk róla. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Hát ott a, az Achilles iraknál akasztották fel őket. Jesus. És szárítják itt egyébként a húst. Fasza. Hát nem itt van. Wait. Nem, nem ott van. Na jó, de tudtira erre kell menni máskülönben, nem raktak volna ide egy szobát. Ez egy meglepően lineáris játék. Zárt ajtóval. Viccesebb lett volna, ha az a híves színukra akasztják fel őket, nem tudják mi a munka. Ja, egyébként... látod, ez eszembe se jutott. Hopp, ez egy nyitható? Nem. Ott a kampó, nézd, ott világít. Vagy ez egy lámpa? Vagy... fú, de undorító már, zét, környék ez a hány inger, hát... tocsogok, nézd meg a belegben, meg a... úristen. És ebben még bele is lehetne bújni ebbe a vízbe. Tényleg nincs itt semmi, amit használhatnék? Mert akkor mi a jó istennek jöttem ide? Hát semmi. Szemben nincs egy ajtó. Pedig itt kellene keresztül vezetni ezeket a hullákat, nem? Nem tudok átugrani oda, a másik szobába valahol. Oh, wait! Ah! Igen, 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 az a húk kell. Azt hozd ide. Vedd el, vedd el! Jaj, már Mártát egyből lehet hallani. Vízketegséged van a légy hanggal. Azt se szar. Nem mehetnék itt át? Dehogy nem. Azt el akarom olvasni. Júj. De hiszen ez... ez pont, hogy Mártához szól. Azt mondja, hogy... Márta... valaki nagyon szerelmes belé. Not, ne! Ő a kis bosszúálló angyala. Well, elárulta a Temple Gate-et. A Temple Gate, én eddig azt hittem, hogy az a templomnak a kapui, de ezek szerint a templom kapui az valami más. Lehet, hogy valamilyen szektán belüli kis szervezet lehet. Elárulta az Istent, engem is. Nézd mélyen mindennek a szívébe, amit gyűlölsz, és tedd erőszakká, hogy megbüntesd azt a... Festering Apostate Pig Fuck. Na jó, hát valami csúnyát mondott rá. Velnek szenvednie kell, és... bocsánatért kell könyörögnie, amit te természetesen elutasítasz. Sötétségben kell meghalnia. Isten szeretetétől megfosztva. Mindenki, aki csatlakozott hozzá, ugyanúgy könyörögve kell, hogy meghalljon könyörületért, amit te már eltisztítottál a szívedből. Engedd meg, hogy az Isten legyen könyörületes, te leszel majd a harag, meg a pusztítás. Papa, imád téged, papa. Megbocsát neked.
Fekélyesedő hite hagyott. Ezt... Mi? What? Így fordítanád le, amit Verre mondott? Igen, ezek a furcsa kifejezések, vannak benne itt ilyen... Fekélyek, meg a Skald, ugye, akik a leprások, meg mit tudom én, tehát vannak ilyen orvosi témák... Oh, bassz. Yes, Susan, bezárta. Amiket nehezen fordítok le. De köszönöm, Lila, hogyha segítesz, az úgy frankú. Jó, értem. Szóval, Vel egy áruló. Ez az ajtó nem nyílik. Itt most ki tudok menni? Mártát küldték el, hogy Velt kicsinálja, és mindenki mást is, aki vele van. Nem sokára megint elemet kell cserélnem. Van nálam még elem? Azok a bandage-ek, jó, elemből is, bandage-ből is van, 3-3. Csak akkor használjuk az éjjellátot, amikor nagyon-nagyon fontos, jó? Az ott van. Jó, hát az fasza lesz akkor, oké. Okay. Jó, megnézzük, hogy... be tudunk-e itt úszni. Hát mondjuk ezen azért talán necces lenne még egy gyereknek is. De mit nem tudsz ott arrébb nyomni? Nézd meg, csak ilyen faszarok vannak ott, tehát biztos be tudnám lökni a lábammal. Kerüljünk rá. Itt majd lehet, hogy vissza fogunk jönni, hogyha elkezd minket kergetni. És hova lett? Várjál, előbb itt állt. Ó, atyaisten! Az bajos. Jó, ő kiment, én bejöttem. Bassza meg! Hát de honnan tudta? De tényleg, tehát honnan szerzett arról a tudomást, hogy én ott megyek éppen? Meg mi volt az, hogy kiment, aztán visszajött? Várj, most még egyszer megismételjük? Hát ez hülye. Hát ez nem normális. Hallod, Márta? Ez így nem lesz jó. Hát most ez így mi a jó isten? Márta KGB-s volt? Mi alapján mondod? Megkaptuk a fasz a kis fejfánkat az ő csákányának a képében. Én nem értem ezt a jobbra-balra izét, kergetőzést, amit itt bemutattunk. De én most már szerintem megfordulok, visszamegyek. Hát ez nem normális, ez a nő. Erre mentünk, nem? És akkor itt volt egy ilyen rész, ahol el tudtunk bújni, mert ide nem tud kijönni. És akkor innen majd integetünk Mártának, hogy szevasz. Idáig tudott elfutni szerintem, és pedig, utána pedig megy vissza. Ja, nagyban nyomtuk egy csiki-csukit, igen. Igen, semmi értelme nem volt, de... Úgy sem erre, nem? Én itt el vagyok bújva. Helyes, nagyon helyes. Várj, elhagytam a lyukat? Wait, hol van a lyuk? No! Merre kell mennem? Még mindig ott van, hiszen ott a csákányának a teteje, ami mindig világít, látjátok? Igen, és akkor most mi lesz itt ebből? Visszajön. Maradjunk sötétben, akkor nem fog észrevenni. Hogyha arra megy, ez nekünk nagyon jó, mert akkor nekem csak balra kell itt mennem. Nincs-e vesz észre? Oké, okay, eddig minden rendben. Paszki, rossz, 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 a másik oldal van.
A másik oldalon kellene lennem. Itt erre. Felénk jön? A fene se tudja, hogy merre van, meg hogy mit csinál. Bemegyünk itt. Én is ezt mondom. Na, használjuk ezt a szart. Jó, és akkor most hova kell elbújnom? Mi volt ez? Egyszer csak megjött. Na, és azt honnan tudod, hogy ott vagyok? Hát most... Honnan a jó Istenből tudja, hogy ott vagyok már megint? Ez csalás, csalik ez a játék. Csalik. Mindenki látja ezt. Na, oh wait, ezt be tudom húzni, nem? Tekerjük meg. Rúg már rá! Pici! Azaz, az tökéletes. Ez mennyire satisfying volt. Na. No. Jó van, Márta. Egy kicsit most ott pusolj el a másik oldalon. Fuck. Keep moving. That is the mine. Where the heretics are... Itt vannak a bányák, az eretnekek kell benne. Azt kérdezi közben Blake, hogy vajon mit csinálnak a drága feleségével? Már rég nyakon szúrhattad volna. Hát jó, hát nyilvánvaló kapitány, persze. Még magamat is mondjuk. Atya Isten, itt meg Not egy egész oldalnyi szöveget írt Mártának szintén. Csupa agymosó dumát nyomat neki. Oké. itt nem mehetnék be esetleg? Oh, wait, ott fent. Az lesz az. Helyes. Oh, megint bent vagyunk a tutiban. Jessica van írva mindenhova. Gyerekkorunkból, negyedikes korunkból, ugye ő volt ez a lány, aki felakasztotta magát. Könyörögött nekünk folyamatosan, hogy... mentsük őt meg, mi nem tettük meg ezek szerint, és egész életünkben rajtunk van a nyoma ennek. Hát gyakorlatilag egy nagyon durva trauma volt ez, amit szerintem Blake-nek nem igazán sikerült úgy feldolgozni a kb. Sohasem. Erem nincs itt az asztalon csókolom. Valamit esetleg nem vihetnék innen haza. Tök érdekes egyébként maga az... Ó, bassz meg. Mi? The Hangman game. What? Like Landry just used to play. The other half of this must be somewhere. Jaj, takasztó fásztal. The Hangman somewhere. For Lynn to find. Oké. Okay. És mi lenne, hogyha azt elfordítanánk? Nézzük meg. Ne, fogd meg! Most ez miért lett jó, hogy ezt csináltam? Így sem tudjuk kinyitni az ajtót. Mindegy, nézzük meg közelebbről, hogy mi is ott a helyzet. Szükséged van a... Ja! Tudjátok, ez egy... Aha. Hogy hívták ezt régen? Ezt a gépet. Nekünk, amikor még elsős voltam, 95-ben, akkor még használtak ilyeneket, hogy vetítsenek a táblára, meg ilyesmi. Nem is a táblára, hanem volt egy lehúzható ilyen... mi az Isten? Nem vetítőgép az, hanem fény... fény mi az Isten? És ilyen átlátszó fóliákat tettek rá, amikre filccel írtak, és az átlátszó fóliát világította meg, majd tükrözte fel, ugye, a táblára. Egész általánosban ezt használták. Ugye? Na mondom én, hogy azért voltak ott.
Nál is használták, még Switch Gamernél is. Mi lehet ide írva? Írásvetítő! Azaz, azaz, igen. Valami fény, tudtam én, hogy valami fény volt. Éj, szia Taki, közben üdvözöllek. Ja, az írásvetítő. Azaz, azaz, azt fel kellett nyomni szépen a falra. És akkor mindenki boldog lett a végén tőle. Hát én azon tanultam meg olvasni konkrétan. Egy nagyon-nagyon sok tök menő feladatot tudtak vele a tanárok kitalálni, főleg az olvasáshoz. Például ilyeneket, hogy a szavaknak a felső felét letakarták, az alsó felét letakarták, és akkor talált ki, hogy melyik szó lehet ott teljességében alatta. Szóval azért így voltak jó fejlesztő skillekre toló feladatok az írásvetítőben. Én imádtam. Imádtam. Kurva jó volt. Nátok is volt még? Mindenki ilyen szariskolába járt. Nem, hát tök jó volt, tök jó volt. Tökre... Ott van a cucc, amiért jöttem. Na, ilyen viszont nem volt, tehát azt azért ti is tudja. Ja, de nézd, ott van. Unforgivable, ez lesz a szó. Valószínűleg, hogyha felrakjuk az írásvetítőre, megbocsájthatatlan. Aha, szóval ez a saját kis mind game-ünk, ez az elménkben játszódik le, és itt is csak alátámasztjuk azt, hogy nem tudunk megbocsájtani magunknak, amiatt, hogy Jessica felakasztotta magát. Na jó, szerintem itt az ideje, hogy kifogyott elemünket jobbra cseréljem. Jobb, mint a projektoros, meg az okostáblás hülyeség. Hát nagyon jó feladatokat lehetett rajta, mondom, csinálni, de hogy jobb-e, azt nem tudom. Az nekem nem tisztem, hogy meghatározzam. Ott interaktáljunk vele egy picit. Azt a felakasztotta magát, és akkor most oda lesz írva, hogy megbocsáthatatlan. Véleményem szerint mozgatni kellene ezt. Unforgivable. Gratulálok, Blake, elolvastad. Te vagy az izék, az újságíróknak a gyöngye. Hát egy kicsit szarul, de azért csoda, hogy így sikerült elolvasnod. Ugye egymásra csúsztak a G, az R, a V, az A betűk. De azért megoldottuk, szerintem. Kis olvasáskészség. Ezt a faszt. Hát de már konkrétan, amikor felvette a izét, már akkor lehetett volna látni. És akkor most merre megyünk amúgy? Mert most már így elolvastuk, hogy ez az egész megbocsáthatatlan. Láttatok azt a figurát, ami ott állt jobbra? Az milyen jó isten volt, és hogy került oda? Néha lehet látni egy figurát a jobb szélén. Állj, ez most nyitható? No. Várj, most ez így, nem, az se jó. Ez viszont jónak tűnik. Úgy se ijedünk meg. Most mitől félünk? Ja, Istentől félek éppen. Mik ezek a kezek, amik itt markolásznak? Várj, wait, what? Sír a buli. Minden lenyugodni látszódik. De mintha rossz felé lennék, nem? Zárva az ajtó, aha. És a másik. És így el tudsz bújni. Anyád. Ez jól nézett ki.
Mitől ijedtetek meg? Ez meglepő volt. Nem történt semmi, csak kaptunk ide egy szobát. Meg valószínűleg fel lehet mászni. Hogy ezt miért láttuk? Mert lehet, hogy odakint az életben tényleg verekszünk valakivel, és így átrejlik, sejlik, nem tudom mit csinál a másik világban. Erre tudok csak gondolni, másra nagyon nem. Hát... Na tényleg, de felmásznék, de tényleg, csak... Ja, hogy ezt kell húznom, értem. Ja, teljesen totálisan széjjel van a csávó menve, így agyilag, meg mindenhogy is szerintem. Állj fel, Jake. Ne fetrengezzem a szaron. Így, légy férfi, ügyes vagy, ez az, megcsinálod. Hopp. Jó lesz. Most mit csinálsz, Jake? Blake, aki Jake. Anyád. Húzd már el onnan. Engedd már el! Miért fekszel be alá? Nem látod a feladatot? Hogy lehet ilyen gyökér egy csávú? Na végre. Istenem. Emlék, hogy fél analfabéta. Nagyon durván... Traumás. Elkapta a lábunkat egy csáp. És közben nézek már itt kifelé. A bányánál. Frankon befekszik, vágod a izé alá. Na most mit kell felvennem? Azok mik? Most mit veszek most éppen fel? Na mindegy, még van két elemünk, annak örülök. Ez vezet a bányákhoz, ahová a mások Lynt vitték. Szerintem hamarosan megint újra kell töltenem elemből. Itt megpróbálunk elmenni erre. Nem sok hangom van, úgyhogy innom kell, bocsánat. Emberek jajgatnak odalent, nem tudom mennyire hallatszik. Itt átmegyünk okosba. Másik. Most megint mit kell felvennem? Hogy ott van egy épület? És itt meg közben sáskajárás van? Nem tudom, hogy hányat... engedtem. Hány repült be a számba? A bőröm viszketett. Assza. Hey, szevasz Ellen, üdvözöllek, mi a helyzet? Grundárnak meg lett a 10 000 móka pontja. Ez igen, Grundár, gratulálok. Nem estünk le amúgy. Szerintem ez az egész csak a fejünkben játszódik. Ne ijedjetek meg, semmi baj. Azt mondta, hogy ó, baszás. Ami árnyék volt az égen, de nem vagyok benne biztos. Isten imádja a gyerekeit. Azt kérdezte, hogy tényleg izék voltak? Sáskák. Mi? What? What? Miért lógok fejjel lefelé? Ott a kamera. Lelőtték egy tüzes nyillal. Ez ki? A szenvedése véget ért. Not besz... mizé... szavai igazak. Hát ezek valóban jelentőségteljes idők, amik itt rajtunk vannak. De nem vágtak le minket innen. Most tartottunk movie time-ot, kicsen senki nem reportálta, úgyhogy végben a teljes filmben. Fasza. Az Nunu és Villám, igen. Na és mi ott néztetek, ha már így...
Ja, én a hosszú úton megyek inkább, én nem megyek a Nunuék után. Mi most itt be kéne húzni, mert nem enged el felül. Jézusom. Az Úriember című produkció, nem ismerem, nem is hallottam róla. Jó film volt? Micsoda? Ez a baszás féreg összekeverte az áldásait a betegséggel és próbált mi? What? Elmenni, de megtörtem. Ne kövesd el az ő hibáit, vagy a bűneit. Isten és a profétája szerette, igen. Érdekes. Új Guy Ritchie. Jó, majd megnézzük akkor. Nem ticsen. Lol. Mászunk csak itt feljebb. Hova az Istenbe megyünk? Szerintem az volt odaém ezt. Vissza az egész? Vissza az egész. Mi az Isten volt az? Mi az Isten volt az? Hát láttátok, hogy lábak futottak el balról jobbra? Ez volt a rajtuk test? Ha menjünk akkor. Hát... Jó, hogy ide bejöttem. De egyőre még nem látom, hogy hova tovább. Vagy itt keresztül mászhatnék? Nem, nézd! Be lehet menni az odvas fába! Te nem látod, de nem is akarod? Elente csak hallgatózol, te be vagy szarva ettől a játéktól. Elente nagyon félős vagy? Keresel valami macskás videót? Helyes. Helyes. Okay, puszik. Na, én nem ugrok oda le, ugye? Isten... Ágyon, itt betegség van. Karok vannak felakasztva. Atya világ, hát ezek hülyék teljesen. Megint lemerült az elemünk. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Ezek az emberek már azelőtt rohadtak, hogy meggyilkolták volna őket. Itt leeshetnék? Ó, persze! Mégiscsak erre kell menni. Csak az a szar, hogy nincs végelem nálunk, ugye? Tehát most ilyen helyeken végig rohanhatunk. Végül is. Ott emberek vannak. Ez egy nő. Itt volt egy levél. Milyen levél? Ja, köszi. Hát de ez csak a izé lesz, nem? Atya világ, várjál. Isten hozott ezen a helyen, ez a spirituális gyógyulásnak a helye. Te most félsz, meg vagy ijedve és beteg vagy. Ahogy lenned kellene. És szégyennel vagy megtelve, ahogy lenned kellene. Tudod, hogy nem lennél itt, hogyha nem a saját bűneid miatt lennél itt. De én csodálatossá és tisztává tehetlek téged megint. Amikor ez az egész betegség kitört Temple Gate-nél, vagy abban, nem tudom még mindig, hogy mi az, Papa Not a nagy bölcsességében és kedvességében észrevette, rájött, felfedezte. Mit jelent az a szó, hogy spirituális afflikció? Mi az Istent jelentett ez? Na mindegy, ezt az egész betegséget ezt észrevette Papa Not a nagy bölcsességében. Senki másnak ne higgyél.
hogyha azt mondjuk neked, hogy beteg vagy a szifilisszel, vagy a gonorreával, mi az istenet, az hasmenés, vagy ez mi? Vagy más ilyen külső hazugság által, ez egy lelki betegség, és kizárólag a lélek megtisztításával találhatod meg az egészséget. Maradj igaz, obedient, ez az, amikor szolgálsz mást, és alárendelve vagy, hogy hívják ezt a szót? Ne, ez is magyarul érdekes. Az Istennek, papanotnak is, és legfőképpen Deaconnek, Lairdnek. Isten és a profétája szeret téged. Hát az fasza. Nem gáz. Ez se. Mi az a magyar szó? Arra ki jön rá? Obedient. Nem állhatatos, hanem... Alá... Aj, Istenem, mindjárt mondom. Mit lógattak ide fel? Ezek mit esznek? Jaj, halakat esznek, az jó. Viszket az egész bőre, vakarózik. Ez már tényleg a lepra lesz. De hogy hozták el a leprát ebbe a kis... Alázatos? Hát igen, 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 csak... Atya Isten, itt is van egy nő. Lassan mozogjunk be a házba. Hogy világít a szeme. Oké. Nyissuk ki ezt az ajtót. Csak nem egy elemet találtam. Hál' Istennek, de... Jó, akkor megint újra tölthetjük. Ott mászunk ki lent. Ki vagy te, és miért nem? Nem lehetne, hogy ne bánts. Halálra rúgtak. Három rúgás általi halál. Ki vagy te, és miért nem vagy megfertőzve, kérdezte tőlünk az öregasszony. Nem tudom, hogy ő kicsoda. Meg hogy hogy talált meg bennünket. Én ezt az ajtót ezennel besukom. Várjál! De mi a f... Nénike! Ne tessék már! Hát ez hülye, ez meg van őrülve teljesen. Bementünk a házába, és az nem tetszett neki. Pedig nekem kellene az elem a házából. Még akkor is, hogyha utána már a... Csodálatos varázskészüléke nem működne. Én jól kibaszom az ajtót. Ezt kiveszem. Ne rúgdosodjál! Viszontlátás! Takarodjunk el innen gyorsan. No! Rám okádik! Hát, ez már instant, tehát ilyenkor már megkapod a betegséget, már nincs kérdés. Gyógyíthatnám magam, de nem fogom. Én így élek. What? És ez mi volt? Nekem jöttek egyszer csak késsel. Menjünk ide be. És gyógyítsuk fel magunkat. Így néz, egy kis géz mindent megold, egyből 100 HP. Ez még él. És nem is zavarja, hogy bejöttem a házába, ugye? Azt az ablakot nem tudom kinyitni. Hát akkor a viszontlátásra. Istenem. Szia, Mau, egy neked való játékkal játszunk éppen. Mi a helyzet, hogy vagy? Nem tudom, hogy merre kell. Nem gáz, ne ijedjetek meg, végül is csak megbántottak egy picit. Menjünk vissza le. Mit kéne itt felvennem? Lehet, hogy a kapu, nem? Ó, baszki. Hát de bántanak! Hát ez az hülyeség. Hát megint mi történik? Összefosod magad, megijedek? Hát én nem vagyok annyira ijedős. Én csak azt nem értem, hogy miért történnek itt dolgok olyan módon, ahogy ezek történnek. Lehet, hogy rosszul játszom. Nem bírja a géped a horrorozásit? Én most PS-re horrorozok éppen. Kéne neked is egy PS. PS minden háztartásban. Csukjuk be az ajtót. PS. A legkirályabb.
Menjünk ide be, itt fürdenek ezek a jó emberek. Fel tudnék itt mászni? Helyes. Tovább. Na, már engedj fel, úgy, azaz, oké. Okay. És itt is találunk bent egy egy zsákutcát, egy levéllel. Megkaptuk a chapter 4-t, várjál, ezt nem is lehet izé. Ez a szokásos papanotféle gospel. És kajak, vissza kell mennünk, mert nem erre kell tovább menni. Hát kicsit megütöttem a bokámat. Lehet itt az ideje, hogy bekössem a karomat, hiszen a lábam sérült meg. Múltkor tökre voltam, rá voltam állva a Blair Witch-re és nem ment szaggat. Nem tudom, engem az a játék valahogy nem fogott meg. Semmiképpen nem találnám ijesztőnek. Ha mondjuk ijesztőnek ezt anyád. Kis nehezen. Semmi baj, csak meg akartam nézni, mi van oda bent. Elem van-e? Ne, egy isten, egy kis... Kötszer? Hello? Menjünk el innen! Azt mondta, hogy én vagyok a ribanc szörnye. Várj, nem erről jöttem? De erről jöttem. Igen, erre kell menni. Most megijedtetek? Nem erre megyek, erre megyek. Igen, ez egy egyenes. Rágja a lábam, baszd meg, hát visszamenjél! Ez meg macsétával. Na jó, van már ilyen hülyeséget. Arra nem megyünk, erre megyünk. Itt elbújunk a fák mögött, azt biztos, hogy nem fogják észrevenni, hogy mi van. Sisündöttem fel, és már Disney főgonoszokról is megijedtem. Akkor ez most pont a neked való game. Itt megáll az ember, és valamit felvesz, ugye? De mit? Oh, shit. Mintha valaki rám lőtt volna. Mit kellett volna ott felvennem? És ez mi ez a véri? Valamit elkezdtünk felvenni, aztán mégse. Nincs senki a tűznél. Na jó, menjünk még feljebb. Aztán leestem. Nem arra. A legelő hősei mese megvan. Gírjó Daltontól mindig féltem. Nekem nincs meg, de az valami szilaj téma lehet, nem? Ami már ilyen... Jött a néni, azt jól rám vágott, láttad? Ami ilyen izé, későbbi mese már. Jó, persze. Most becsukom az ajtót. Na most pofázzál, jóskegyel. Na mindegy. Három tehén próbálja megmenteni a farmot. Akkor ez egy másik. Az nem olyan, mint a szilaj. Mert én körülbelül szerintem az utolsó Disney mese, amit láthattam, az nagyjából ilyen Mulán, meg Herkules, meg ilyen témák lehettek. Persze, vágjál rám, te is le is húgyozhatsz. Valaki összehányta magát. Jó ez a hely, zsír a buli, nem? Mint a leprásokkal. Megállunk itt, aztán... Hopp, valaki most futott el arra. Sok mese volt ijesztő. De mi itt tehenek? Tehenek voltak ijesztők? Vagy nem értem. Jó felé megyek? Mi ez a hely? Ó, oh, nézd, itt van bent egy ilyen... Lerdet átkozza mindenki. Nálad van egy faszakard, látom. Mi lenne, ha én inkább itt... elmennék? Aha, úgy tűnik, hogy itt ki tudok úszni a házakból. Nagyon jó. Csúnya fejű bajszos pasi énekel és jódlizik. Hát attól én is összeszám magam, hát nem azért mondom. Az nagyon-nagyon szörnyen ijesztő lehet. Hát van egy hasonló japán figura, az is ilyeneket csinál. Attól is egy kicsit mindig átgondolom az életem. Itt be tudnék mászni? Nézzük csak. De hiszen ez milyen hely? Elemes! Yay! Meg van itt ilyen chapter videó. Chapter 9. Várjátok, mert zaklatnak. Jó. Sanditól is félek egy kicsit, igen, de nem attól, akire ti gondoltok. Mi lenne, hogyha bekúsznék az összesnek a házába, és minden egy... Nem, bejönnek.
Mindegyiket bezárnám belülről. Milyen szar lenne, hogyha egyszer csak az emberek rájönnének, hogy valószínűleg nem tudunk bemenni a házakba, és itt lepráskodunk a földön, meg kiokádjuk a beleinket, meg ilyenek. Az milyen szar lenne már? Veled mi van? Fúj, atya, Isten, mi van vele? Mi van ezekkel az emberekkel? Na, ezért nem tolunk ilyen drogokat, mint a... krokodil... egyéb kristályok... izé... injekciós tűben... lemarják rólad a bőrt... akkumulátorsav... különböző vegyszerek... és ezt akartam felvenni? Azt akartam felvenni, hogy nunuék mit nyomnak, nézd? Ott mennek a nunuék, megvannak végre! Na, meg lettek örökítve egy csodálatos felvételen. A heroin nem marja le a bőrödet, Viktor. Ezek az új izék, designer drogok azok, amik jönnek a világ különböző részeiről, és te megnyomod magadba, mint egy hülye gyerek, aztán azon kapod magad, hogy a fél lábad már oda van. Ugye? Narkózni nagyon rossz, srácok. Sose toljátok. Undorító dolog. Veszélyes. Tönkre teszi az életed, meg mások életét. Meg ilyenek. Hát nem tudom merre kell menni, nem tudom. Ne is kérdezzél, megyek, aztán jó van. Itt van egy kapu. Itt megyünk fel. Már 26-szor elmisszeltem a... de mindjárt világos van. Mindjárt nappalodik. 26-szor elmisszeltem a kanyart. Itt erre lehet menni? El. Csúnya fejű bajszos pasi. Énekel jó dizik. Mise után majd várlak drogozni. Hát jó, de az, amikor kokaint keversz a Mise borba, az nem drog. Anyád! Nem ijedtünk meg azért. Nem baj, nem gáz. Nem. Egy picit meglepődtem, hát teljesen benne voltam már István atyával, itt elképzeltem, de... egyszer csak valaki megjelent és arcom vágott. A szemüvegünk még mindig bírja. Már lezuhantunk 8 emelet, magasból is vele a kamera is, teljesen pöpec. Hát ez azt igen. Bebújhatnék ebbe a sátorba? Helyes. Na, akkor én mostantól itt lakom. Nézd, azzal a barátunkkal beszélgethetnénk is van néha. Na, miért rángatja el a kamerát? Miért rángatja el a kamerát? Ott van a barát, engedd már el a szemét, láda, hát oda akarok nézni, bazd meg akkor! Szar az egész. Hát nem engedi, hogy átnézzek. Nézd, lefekszem ide a földre. Vele akartunk volna be... a kurva anyját. Akkor átütött ránk, az ott kirepült a fél állkapcsol. Na, akkor smurizhatnánk. Tit lövöldöztek minnal? Oké, nem arra kell menni. Vágott, be akartunk nézni a barátunk, az alatt vágott az arcunkban. Milyen márka, megveszem 1500-ért. Figyelj, figyelj, itt nagyon-nagyon súlyosan lövik a nyilakat, úgyhogy balra megyünk, jó srácok? Balra. Szerintem itt kell felmászni. Nem itt kell felmászni. De amúgy a próbálkozás az nem gáz. Ide elbújunk a fűbe. Úgyse tudja meg Nunu és Villám, hogy itt vagyunk. De néha olyan hülyén világít. Megvannak. Minden szuper. Minden szuper. Megfordulnak, ugye? Meg. Jó, akkor maradunk itt. Az egyik olyan, mint egy gyerek, a másik meg olyan, mint egy ógre. Ide... itt úgyse tudnak bántani, hiszen én a sátor védelmében vagyok. Ne világíts befelé! Mi lesz ebből? De mi, kirángat? Ne, felemel és egyből kapom torokra! Ne már!
Nem már, olyan rohadékok voltak, én teljesen elhittem, hogy ez most jó lesz nekem, hát nem volt az. Amikor erre mászkáltam, ott már lövöldözött, igen. Ott már lőnek. Erre nem lehetett menni. Hát szerintem itt most az a lényeg, hogy bejövünk, elbújunk, és amikor azok eljönnek erre, akkor én elfutok arra. Itt a fa mögött fogunk kinézegetni, jó? Ott megy. Mehetünk is. Engedjetek már ki. Na végre. Áó. Mint eltaláltak volna. Elfutottam egyenesen, majd most elfutottam balra. Nem lehet, nem lehetne benyitni oda. Jó, meghaltam valami ismeretlen eredetű támadás által. Nem tudom, lehet, hogy izé ráfogott a vádlimra a csávó, egyből úgy döntöttem, hogy instant izé összecsuklok. Fogalmam nincs, ez egy érdekes játék. Az előző része jobb volt, szerintem. Ott megy a két szerencsétlen, én akkor szépen elkezdek kúszni már itt minden lassúsággal, amit csak el tudok képzelni. Na, fussunk, mert mindenképpen ahogy ideérsz, észrevesz. És ahogy ideérsz, meg fog lőni. Csinálhatnék olyat, hogy... Nem. Nem. Oda be. Oda igen, oda be is mászom. De hogy nem találnak el azon a... Na mindegy. Nem értek. Nem értek semmit. Erre Blake mondja, Jessica. Én pedig mondom neki, hogy jöjjön már vissza ugyan. Ajaj. Na mi lesz itt? Itt nem vagyunk egyedül, mondja Jessica, és vezet engem befelé, hogy arra menjek utána. Hát azért láttunk itt már érdekes dolgokat, ami miatt én inkább azt mondom, hogy Jessica, jobb lesz, hogy tényleg felkötöd magad a végén. Már nem, ilyet nem szabad mondani senkinek. De Jessica, hallod, miket ijeszget már rajtunk? Mekkora szemétláda? Lehet, hogy nem az ő akarata ez az egész. Lehet, hogy inkább... A mi fejünkben játszódik. Szevasz, Panda Herceg, csókoltatlak. Köszönöm szépen a hosszat. Mi a helyzet? Na! Ki emlékszik erre a régi Win 95-ös screensaverre? Ez a képernyő kímélő volt. Itt az ideje, hogy jól megnyomkodjam ezeket a gombokat. Hopp, 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 háló, háló. Na. Oké, inkább nyomkodjunk, mert összeugrál a kép. Lehet, hogy a Miss Gray az a... Lehet, hogy az a Jessica volt. Nem tudom. Jessica Gray, Field Trip. Ja, igen, igen, igen. Az öreg... Hát elég rossz családból származott szegény Jessica, az anyja egy igazi tragédia volt, vagy valami tragédia történt vele. Az apjának hatalmas volt az egója, és ilyesmi. Aztán elvitték egy csodálatos ilyen field tripre, ami olyas, mint egy osztály kirándulás, csak tanulmányi kirándulás, bocsánat, igen. Igen, csak nem az osztálya, hanem egyedül vitte el. Ez a valaki, szegény kis csajt. Kíváncsi vagyok, hogy mivel hogy ugye egyházi intézményről van szó, és pap volt a tanár, hogy volt-e szegény kislány molesztálva
a pap által. Szomorú, de akár igaz is lehet, hiszen ezekről a dolgokról sokat hallunk, és miért ne pont egy ilyen játékban hallanánk róla. Ide be tudok menni? Ne, dehogy is. És ez ide, ide? Nem. Hát akkor hova tudnék? A fiúkat szokták? Nem tudom. Nincs sok tapasztalatom ez ügyben. Meg nem akarok ilyen szexista megjegyzéseket tenni. Ha a fiúkat, akkor nyugodtan a lányokat is. Meg az egyebeket is. Itt erre, verre? Nem? No. Nem szabad kivételezni, mert nem túl PC dolog. Tudod, Viktor? Hát de most ez így miért jó nekem? Vagy itt tudnék valamit nyomni? Akármit. Nem nézhetném meg a többi katolikus híreket, a karácsonyi kórusról, az e-mailt, meg ilyeneket? Nem, nem nézhetem meg. Úgy tűnik, hogy nem lehet. Várjatok egy picit, egy másodperc. Na itt vagyok, bocsánat. Az a baj, hogy össze-vissza mászkálunk ezekben a szobákban, és mégsem igazán találom meg, hogy merre kellene menni. Mit misszelek el? Én azt hittem, hogy itt kimegyünk, aztán jó lesz. De ez itt zárva van. Erre meg nem igazán lehet. Ja, lehet, hogy valami ilyesmit találnánk, de nézd meg, itt semmi. A szekrények kinyithat. Tók lennének, vagy most nem? Nem, nope. Na jó, nézzük meg, mert már idegesít ez a... Idegesít ez a véres screen. Elemből van nálunk rohadt sok. Tényleg rohadt sok. Nem sokára lemerül, úgyhogy ha ezt elhasználjuk, akkor összesen lesz 5, a zsebben 4. Jobbra nem mehetsz, balra nem mehetsz, ide nem mehetsz, akkor merre mehetsz? Hát valaki segítsen már. Ez butaság. És ott szembe, a WC-be. Még egy rendes tükör sincs felszerelve. Mennyit spóroltak annak a tükörnek a hiányán, nem? Itt volt a gép. Nem, ez nem az a gép. Fogalmam nincs, kacok. Minden esetre nem sokára. Végzünk mára. Ennyi fért bele a mai streambe. Remélem, hogy azért jól szórakoztatok, meg jól éreztétek magatokat. Én nem hiszem, hogy ezzel kell bármit is csinálnom. Vagy legalábbis... Most azon kívül, hogy közelebbről megnézzük, hogy mi van. De bármit nyomok, nem történik semmi. Tehát teljesen mindegy. A mosdóba gondolt, hogy valami lenne? Már azt sem tudom, hogy melyik irány volt. PKS Noel 999, üdvözöllek téged. Itt a vészkórusban nálunk, nagyon szépen köszönöm a követést. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülne, csak érekelj hangosan. Görgetni tudsz? Nem. Egy kontrollerrel vagyok, vágod? Nincs rajta görgő. Bemegyünk a mosdóba még egyszer. Várj, nem lehet, hogy tényleg ott fent. Várj csak. Azt nem tudom kiütni. Ah, dehogy tudom, miért tudnám? Össze is foshatnám magam itt, tehát nem tudom. What the fuck? Mint ha találtam volna egy áratot, amit eddig nem vettem észre. Mit vettünk fel? Ott áll Jessica a folyosó végén. Szokás szerint én csak beszélek, de semmi nincs a felvételen. Na, lehet szavazni! Oda menjünk egy Jessica-hoz, vagy inkább hagyjuk békén. Szerintetek dögöljön meg, nem? Még mindig ott van. Hát jó, hát akkor ez akkor ott marad.
Menj oda, mondja Mao, de szerintem ő már, nem tudom, takaró közt, párnák alól mondja ezt. Hát rámehetnénk végül is. Na várj, hogy csak megnézzük, hogy van-e még itt elem, mert ez nem lenne szar, hogyha lenne nálunk. Figyelj, meglepi! Don't go. Ne menj, azt mondja, de hova? Hát most jöttem. Na, bocsánat, gyerünk idebe. Jaj, milyen aranyosan énekelnek itt ilyen kis katolikus dalokat. Strangle? Mint folytogatás? Folytás? Jó, hát igen, vigyázz, hogy a kis száddal mit mondasz, ahogy a dal is tartja. Hát jó, akkor most... Ja, ott fent, ott fent, ott fent, oda. Yep. Szimpatikus gyerekkórus volt, igen. Egy fának az odvában, vagy legalábbis a törzsének kikorhat belsejében. Találom meg itt a vidám fiúkat. Ugye? Itt Németh Sándor és a barátja, a Lacika. Azt mondja, hogy... Baszki, az Istenit. Áldja meg a Jóisten... meg a notot. Bocsáss meg, uram. De biztosnak kell lennem. Nyisd ki a száját, Nick. Jaj, ne! Igen, nyelv, de így is van. Na, most lettünk leprásak mi is, szerintem. Ezt már elkerülhetetlenül megkapjuk. Ő tiszta és jelöletlen. Mondja Nunu. Vagy villám? Nem tudom eldönteni, hogy melyik. Ő villám, nem? Félkegyelmű kutyapunci, így hívta a barátját. Ő még nem született újjá. Aha. Elsőnek rá kell őt raknunk a keresztre. Hozd a... most minket keresztre feszítenek. Hozd a kalapácsot meg a szögeket. Vigyük fel a hírra, ja. Nunu a kisgyerek? Nem a Nunu a troll? Igen, és aztán majd feltámad egy tökéletesebb húsból. Megesszük azt a húst egy szent egyesülésben, és meggyógyulunk a fizikai bűneinkből, és ezt a romlott földet fogjuk mi megörökölni. Mondja Nunu. Igen, mindent előkészítettünk számodra, minden készen áll neked. Ja, énekelni kellene egy gospelt. Na, hagyjad már. Minket most keresztre feszítenek. Szerintem nem fogjuk tudni megállítani. Ez szerintem most meg fog történni. A öreg Nick, azt hiszem, hogy jobb lesz, hogyha berakjuk azokat a szögeket. És ott is van már, az igen. Kettőt egyből, mert egy nem tart. Hát az nem volt olyan szar, ugye? Ugye? Hát persze. Van egy másik kezem is itt balra, abban nem raktok bele? Mi ez? Nick, add oda azonnal. Az egy kamera? Egy felvevő? Természetesen, hát hogy nem láttam ezt eddig? Modern Krisztus kamerát használna, nem könyvet. Ez a mi gospelünk. Hogy is nem tudhattam. Istenem, bocsáss meg, amiért... Mi az?
Doubting. De, tudjátok, amikor izé kétségbe vonod. Na mindegy. Féreg vagyok. Gondolom, hogy egy fertőző seb, elfertőződött seb. Kételkedtem. Igen, 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 az a szó. Köszönöm. Kételdap. Igen, 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 léci most a másik kezembe is, és utána akaszthatok fel. Te vagy a fény a világnak, te vagy az út, te vagy az erőm. Na, és fel is állították szépen. Láb az nem kell, az lókat. És itt lett a vége a játéknak, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát nem ért. Nem ért véget. Nem ért boldog véget Blake-nek a sztoria. Csak viccelek. Természetesen felébredünk. Ez volt az újra éledés. A feltámadás. A megtámadás. Nyomogassuk, nyomogassuk a négyzetet! Wow, még a villám is becsapott, vágod? Még villámlik is, amikor a kezünket áttépjük a szögeken keresztül. Oh jeez. Jó volt a game. 0 óra, 0-1 perc van viszont. Hang in there, baby! Jó, jó az az achievement, azt tetszik. Állítsd el a vérzést, el kell, hogy... Ajj, jó érzék. Még álmos vagyok, skacok. Nekem már aludnom kéne. Bejövünk a leprások táborába, most már én is leprás vagyok. Na most ezt miért kellett? Hát azt hittem, hogy most már egy izé vagyunk. Ah. Egy faluból származunk, de nem. Nincs nálad a kamerád. Találnod kell a derby jacket. Mindenem üres? Istenem. No, de most tényleg, tehát így szépen lassan vérezve. Én látom szemben a bandage-et, de akkor ezt csak úgy tudom megszerezni, hogyha itt... Minden bizonyal igen. És itt bemehetek? Itt kilakik? Nem, ez zárva van. Ott van bandage. És akkor itt meg kéne állnom és felgyógyítani magam? Hát de mit fog vele csinálni? Betömködi a lyukakon? Vagy hogy? Na még egy kicsit a másikra. Jó lesz. Működik. Már csak a kamerát kellene visszaszerezni, ugye? Máskülönben nem nagyon fogunk sokat látni. Hát de ott áll a fickó a fa mögött, ami szerintem nekünk a kiutást. Várj csak. Keríts rá! Anyád! Szemetek! Nem is... Aj! Még itt is van egy csomó minden. Itt egy nő, aki... A szart is kiverte az agyamból. Ugyanaz a főszereplő? Nem. Nem, nem, nem. Teljesen más. Eltérő helyen játszódik. Nem. Meg nem is emlékszem már, nem meghaltunk a... az elsőben? Na de innen folytassuk, mit szóltok, srácok? Az elsőben nem meghaltunk, hanem belénk szállt a... az a furcsa biokémiai kísérlet, ilyen nanotechnológiai kísérlet eredménye. Ilyen bionanoszörny, tudod. Jött az a spirit és a mi testünket használta ott lent a... kutató laboroknál, volt egy ilyen nagy gömb, ott benne volt valakiben, mit tudom én, ilyen hülyeségek. Hát ott kísérleteztek ugye az elmegyógyintézetnek a... hát...
Minek a pácienseim? Billy? Lehet, hogy Billy volt a neve végül is, az nem tudom, nem sokat számít. Annak volt valami neve egyébként, annak az entitásnak is, meg ugye az egész kísérletnek. De már nem jut eszembe, mindegy, majd megnézem nektek, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. 5,5 órája megy a stream, úgyhogy talán itt van most már az ideje, hogy egy kicsit én is elhagyjam az online világot. Reggel 9-kor pedig jelenésem van megint a munkahelyemen, azaz itt, ahol most vagyok. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ebben ki tudok még itt lépni? Igen. Daedalus 12 kiváltott még 500 pipagram dohányt, pipa dohány grammot. Edit points. Daedalus 12 500. Szép estét nektek, srácok, holnap folytatjuk. Holnap egy kicsit máshogy fog kinézni a stream, mert ugye retro szerdó lesz, úgyhogy megnyomjuk a Doom 1993 harmadik fejezetet, az egy olyan másfél óra lesz, hogyha mindent jól számítok, aztán majd játszunk valami más, aztán majd lehet, hogy lesz horror is. Még nem tudom, nem mernék itt esküdözni, de igyekszem. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, jó? Senki ne menjen ki, maradjatok otthon, az a lényeg, még itt kaptok egy kis zenét is. És ne fertőzzetek, meg ne fertőződjetek, jó? Na, hát csá mindenkinek, holnap innen. Csö.